Egy igazi nő számára fontos a környezete és a társadalmi felelősségvállalás. Mai vendégem Magyarország egyik leghíresebb színésznője, Ónadi Eszter, aki számára a tehetséggondozás és a jótékonyság mindig nagyon fontos volt. Most a Premier Kult Café 4. születésnapján vagyunk itt, igen. Ennek margóján fogok Eszterrel beszélgetni. Tartsatok velem! Társadalmi felelősségvállalás és a jótékonykodás mindig is fontos volt számodra. Honnan jött ez a szociális érzékenység, és miért vállaltad ezt a mai szerepet el? Ez a fajta szociális érzékenység, hogyha lehet így fogalmazni, ez egy jó pár éve már így velem van. Nyilván, ahogy az ember eltölt bizonyos időt ezen a pályán, ugye jönnek egyre jobb, több és több felkérés, hogy ilyen alapítvány, olyan társadalmi szervezet mellé állj be, és akkor az elején ugye én óckodtam, mert azt éreztem, hogy nincs energiám, időm, szakértelmem, tudásom erre, de aztán idő után már azt éreztem, hogy ha már tényleg valaki egy bizonyos életművet, vagy nem tudom, valamit letett ezen a pályán, akkor az jár valami fajta felelősségvállalással, és hogyha a népszerűséget, amit én a különböző filmek és színházi előadások során megszereztem, azt igenis lehet és érdemes jó ügyekre fordítani. És akkor először egy tehetséggondozó és pluszban sérült és fogyatékkal élő vagy rászoruló gyerekekkel foglalkozó alapítványnál voltam jószolgálati nagykövet, aminek tényleg két lába volt, az egyik a tehetséggondozás volt, a másik pedig a rászoruló gyerekek segítése. Ott lejárt a mandátumom, utána lettem egy ilyen jószolgálatdíjnak, szintén egy ilyen, hát az ott már azért sokkal kisebb volt a szerepköröm, és aztán utána, ha pedig jöttek ilyen jellegű, mint például ez a mai nap, megkeresések, akkor azt gondoltam, hogy ha ráérek, akkor miért ne szánjak fél órát vagy egy órát az életemből arra, hogyha ezzel tényleg tudok valamilyen jó célnak áldozni. De nagyon sok mindent csinálsz. Hogyan tudod a munkát és a magánéletet, illetőleg a saját én idődnek az egyensúlyát megteremteni a mindennapokban? Ez logisztika, nyilván. Vannak könnyebb és vannak nehezebb időszakok. Ugye az én szakmám az meglehetősen rapszodikus, tehát általában az a dinamika szokott lenni, hogy vagy az van, hogy ki nem állok, vagy ki nem látok a munkából, és tényleg egyfolytában a nap 24 órájából, nem tudom, 14-et legalább, vagy 20-at a munkával töltök, és akkor vannak nyugalmasabb időszakok, amik az utóbbi időben persze azok sem olyan nyugalmasak, mert mindig egyszer jön valami, ezt nem is értem, hogy hogyan, de tényleg. Úgyhogy hát egy komoly szervezőkészségre van szükség ez ügyben, de szerintem ez nem csak egy ilyen színész specifikus dolog, ezt gondolom nagyon sok más női, nem csak vezető, hanem a nő maga is átéli ezt a fajta problémát. Mert azért ez inkább probléma, mint öröm, de hát ez viszont velejárulja az életnek. 18 éve vagytok együtt a pároddal. Van ez már 20 is. 20 éve vagytok együtt a pároddal, de nem vagy feleség. Ez jelentett neked problémát, vagy így a nőiességed megélésébe, vagy egyáltalán nem? Egyáltalán nem. Nyilván ez évről évre, főleg a kapcsolatunk elején persze hónapról hónapra fölmerült, hol családi, hol baráti, hol mit tudom milyen társaságban, hogy miért nem, és valahol az elején azt éreztük, hogy tényleg időnk nem volt rá, tehát tényleg konkrétan akkor én is nagyon sokat dolgoztam, meg a párom is,
utána jött egy olyan időszak, amikor azt éreztem, hogy teljesen felesleges pénz és erő kidobás, és amúgy sem vagyok, soha nem voltam ilyen nagy önünneplő valaki, tehát a születésnapjaimat is legszűkebb körben szoktam általában megünnepelni, hiszen valahogy távol áll tőlem ez az ilyen nagyszabású vendégsereg, és aztán pedig azt éreztem, hogy rengeteg szerepben én már ezt megéltem, ezt a mennyasszonyságot, tehát már számtalanszor volt rajtam mennyasszonyi ruha, és számtalanszor kimondtam az igent különböző filmkamerák keresztüzében, meg színpadon, tehát úgy valahogy ennek a varázsa is úgy elmúlt, és akkor megszületett a gyerekünk, és akkor meg úgy arra gondoltunk, hogy igazából ennél nagyobb házassági papír úgy sincs, vagy egy házassági bizonyíték úgy sincs, mint a mi gyerekünk, úgyhogy és akkor valahogy ebben maradtunk, hogy nem házasodtunk össze. Olvastam rólad, hogy tudatosan véded a családodat, a gyermekedről sem mutatsz képet feltétlenül. Mire vezethető vissza ez a burok, amit felépítettél? És amúgy ez szerintem nagyon jó, hogy a személyes véleményem, hogyha megoszthatom veled, hogy rólad a bulvár sajtóban nem lehet olyat olvasni, ami ilyen kirívó lenne, hanem csak is a szakmai sikereidről. Hát igen, ez abszolút tudatos volt a részemről. Én ezt a szakmát, amit gyakorlok, ezt végtelenül szeretem. Úgy érzem, hogy nem tudnék más lenni, tehát nem tudnám magamat elképzelni másként, mint színészként. Ennek egy számomra sajnálatos velejárója ez a fajta bulvár hírverés. Tehát, hogy, és még csak azt sem tudom mondani, hogy ez egy tipikusan magyar jelenség, mert egyáltalán nem. Tehát ez a világban mindenhol még talán sokkal durvábban is létezik. Úgyhogy ebből nem lehet kibújni, de talán az volt az én taktikám, hogy egyrészt hál' Istennek azért már kialakult akár Magyarországon is egy olyan réteg, akik ebből jól megélnek, és akik ebből élnek igazából, tehát a bulvár újságírók sincsenek rákényszerítve arra, hogy egyfolytában mondjuk az én életemet firtassák, hiszen rengeteg más kollégám ad remek alapanyagot nekik, úgyhogy én egy ilyen típusú ember vagyok, tehát egy zárkózott valakinek tartom magam. Nem gondolom, hogy meg kell osztanom minden lépésemet a közvéleménnyel. Szerintem én sokkal többet, akinek van szeme a látásra és füle a hallásra, sokkal többet tud meg rólam egy színházi alakítás vagy egy szerepben, szerepformálás révén az én igazi lényemről, mintha mondjuk ezt elmondanám nagyon unalmasan vagy éppen érdekesen. A tehetséggondozás, ahogy beszéltük, nagyon fontos számodra, és én annól olvastam rólad, hogy mi nem nagyon hittek benned az elején, és még a saját szüleid sem. Ez erre vezethető vissza? Illetve mit tudnál ajánlani olyan fiataloknak, akár fiatal lányoknak, nőknek, akiknek vannak álmai, de nem hisznek bennük? Neked mi adott akkor erőt? Nekem az adott erőt, hogy jó gyerekként megtettem, amit a szüleim akarnak. Tehát volt egy minimális lázadás, de aztán úgy megértettem, elmagyarázták nekem, hogy tényleg, mondjuk, hogy teljesen azt hozzá kell tenni, hogy két teljesen reál beállítottságú ember volt az én apukám és anyukám, tehát érthető volt, hogy semmit nem tudtak erről a világról, és elmondták nekem, hogy ez miért nagyon veszélyes egy magamfajta fiatal lánynak, hogyha én most csak és kizárólag jó tanulóként élek, tehát bármi lehetett volna belőlem, de hogyha én most mindenképpen csak a színház fele szűkítem le az érdeklődésemet. És akkor elmentem egyetemre, hogy megtegyem azt, amit ők szeretnének, és amikor már az egyetemen is azt éreztem, hogy nem találom magamat, és hogy bármi történik velem, de végül mégiscsak az egyetemi színpadon kötök ki, akkor azt éreztem, hogy muszáj megpróbálnom a főiskolát, és aztán először nem vettek fel, de másodszorra meg igen. Tehát, hogyha tanácsot kéne nekem adni, akkor tényleg azt mondanám, hogy csak a saját lelkiismeretükig, csak a saját lelkiismeretük megnyugtatása véget. Én is azért mentem el, hogy derüljön már ki, hogy nekem van ott valami keresnivalóm, vagy nincs keresnivalóm. Biztos, hogy meg kell próbálni, hogyha valaki magában érez valami fajta motoszkálás, valami fajta késztetést, hogy valamit úgy érzi, hogy nem jó helyen van, és valami más fele meg vonzódik, és így érzi, hogy az húzza az a másik hely, akkor meg utána kell járni, a végére kell járni. És azért is tartom fontosnak a végére járást, mert még akár az első próbálkozásom után is lehetett volna azt mondani, hogy oké, megpróbáltam, eljutottam a harmadik rostáig, nem vettek föl, felejtsük el. De mivel azt éreztem, hogy nem jártam a dolog végére, mert nem volt, tehát nem egy olyan felvételén buktam el, ahol azt éreztem, hogy mindent beleadok, és ennyit tudok, és ez nem elég, hanem azt éreztem, hogy sokkal többet tudok,
nem tudtam megmutatni magamat. Tehát akkor még egyszer meg kell próbálnom, mert hát, hogyha a második alkalommal ez sikerülni fog. És a második alkalommal valóban sikerült is, és hát itt vagyok. A mindennapokban nőként hogyan tudsz kikapcsolódni? Olvastam, hogy a futás terápiás vagy. Igen. Hát például azzal. Tehát most készülök a félmaratonra, de azt mondjuk nem kikapcsolódásként érzem azt. Tehát nekem az igazán kikapcsolódó futás az egy sokkal lassabb, és sokkal, az nem egy versenytempó vagy versenytáv. Az igazából arra van, hogy mondjuk egy órán keresztül, vagy 40 percen, vagy 45 percen, de leginkább egy ilyen 45-50 percen keresztül csak így monoton csináljak valamit. Sajnán és ez általában, így van, ez általában tényleg lehet futás, lehet úszás, lehet tényleg kerítésfestés, mert erre is volt példa. Nekem az működik, hogy minél monotonabb a dolog, annál jobban tudom az agyamat is kiüríteni. Tehát ez ellensúlyozza a színházi persze, igen. Tehát, hogy itt tényleg arról van csak szó, hogy nyilván nem baj, hogyha van neki valami fizikai mellékhatása is, de itt leginkább az agynak a kiürítése az a legfontosabb. Úgyhogy hát ilyesmivel szoktam én kikapcsolni. Sokszor hangsúlyoztad, meg illetőleg volt a TEDx-es előadásod, ugye a recycling téma, és hogyha az ember először csak megnézi a címet, én is azt hittem, akkor valamilyen újrahasznosítás nagykövete leszel, újrahasznosítás nagykövete leszel, de itt erről többről volt szó. Hogyan éled meg most a mindennapokban ezt a recyclingot, és hol jársz most ezen az úton? Hát most is ugyanott vagyok, mint ahol az előadásom kapcsán, tehát nem sok történt ilyen szempontból december óta. Ebben az útkereső fázisban vagyok. Nem tudok beszámolni most következő nagy projektekről, ez egyelőre nincsen. Most azt élem fel, ami van, és figyelem magamat, hogy jön-e valami olyan új impulzus, amiben úgy beleszeretek, és ami úgy egy újabb monomániámmá tud válni. Most egyelőre nincs ilyen szakmai szempontból, de mint ahogy tényleg így végig gondolom, hogy december óta, ugye most már lassan eltelt 3 hónap, és tudom, hogy a következő szezonban nem tudom még mikor fogok csak dolgozni, tehát hogy azt én nézem belőlem is, ez egy nyugodtabb időszak, de mégis valahogy annyira sok minden történik, az élet annyi mindent hoz, hogy ezeket emészgetem most épp, ezeket rákcsálom, ezeket az élményeket. Az aranyélet Jankája számodra ilyen kimagasló szerep volt. Mi tetszett benne annyira, és egyébként mennyire tudsz azonosulni a szereppel? Nyilván összességében sem ennyire, hiszen ezért ez nem lenne nagy dicsőség, hogyha én ennek a nőnek a példaképét, vagy ez a nő lenne az én példaképem, de minden esetre egy izgalmas és rendkívül sokszínű szerep volt. Az, hogy ennyire negatív, az pont arra sarkalt engem, hogy minden egyes jelenetben megtaláljak benne valami olyat, ami azért egy picit olyan nem ennyire sablonossá teszi, hanem hogy valami izgalmat tegyek bele, ami azért akár még valahol szerethető, vagy valahol izgalmas, vagy valahol vonzó is lehet. Ezt éreztem benne. Nagyon szerettem magát az anyagot, tehát magát a teljes forgatókönyvet. Borzalmasan szerettem a stábot, a kollégákat, tehát hogy nem csak a szerepemmel volt ilyen nagyon közeli viszonyom, hanem az egész egy ilyen nagy szerelem munka volt. Szerinted egy 21. századi nő az ilyen Janka karakter manapság? Hát sok van, igen, azt látom, hogy azért a világ valahol erre fele halad. De hát nem biztos lesz egy olyan ellenhullám, ami meg majd egyszer csak egy másik irány. Hello. Másik irányba tereli. Úgyhogy, de igen, abszolút látok magam. Nyilván ugye ezt mostanában kezdem csak tudatosabban vizsgálni, amikor már lett egy ilyen tapasztalatom ebben a szereppel, és most jövök rá, hogyha látok embereket, hogy hoppa, ez olyan, mint amilyet én eljátszottam. Tehát lehet, hogy korábban is volt, csak nem figyeltem oda. Nem tudom, de hogy van, az biztos. Szerinted milyen az ideális férfi-nő kapcsolat, és hogyan lehet megteremteni a férfi és a női egyensúlyt? Nehéz a mindennapjaiban például nálatok? Hát mindenképpen a tolerancia és az elfogadás, az szerintem nagyon fontos. Az egymás személyiségének a tiszteletben tartása, a türelem,
Az szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy valahol hagyni szabadon megélni, vagy megmaradni az embereknek a kapcsolatban, tehát nem ráerőltetni valamit a másikra, hanem azt az illetőt hagyni a maga módján kiteljesedni, de hát nem tudom, szóval most azért nehezet kérdeztél. A műsoromnak van egy olyan része, amikor üzenhetsz a női társaknak. Egy üzenet, egy útravaló, ami esetleg, vagy egy olyan gondolat, ami az életedben meghatározó volt, vagy egy olyan tapasztalat, amit továbbadnál. Hát azt üzenném a nőknek, hogy szeressék magukat, legyenek büszkék arra, hogy nők, de szeressék a férfiakat is, mert most szerintem a férfiak nagyon nagy bajban kezdenek majd lenni a világban. Kezd az inga valahogy átbillenni, és most őnekik is szükségük lesz a támogatásra és arra, hogy szeressük őket. Úgyhogy ezzel a nagyon frappás mondattal tudnám lezárni ezt a kérdést. Jó, nagyon szépen köszönöm. Még szépen. Egy rész van, ez pedig egy közös Instax fotó, amit szeretnék majd neked kinyomtatni. És milyen fotó? Instax fotó, ezt úgy van, hogy együtt megcsináljuk. Szuper, és akkor megvárjuk, hogy megszárad, és sok szeretettel neked is köszönöm az interjút, és itt fogjuk meglátni hamarosan. Igen, igen.